Napjainkban nagyon sok nyugdíjas és idős ember találja magát abban a helyzetben, hogy problémába ütközik, amikor a modern technológiát próbálja használni. Ezek a problémák a legsűrűbben talán az írott szöveg küldésénél, gondolok egy SMS-re, vagy egy hanghívás indításánál merülnek föl. Mi azzal foglalkoztunk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és mi lehet erre egy ötletes megoldás. A megoldásunk neve az Optivox. A mi projektünk lehetőséget biztosít arra, hogy egy praktikusabb és egyszerűbb módját fedezhessük fel, mind a hívás indításnak, mind pedig a szöveges üzenet küldésének hangalapú diktálás alapján. És ennek megvalósításához kifejlesztettünk egy szemüveg keretet, amit itt a kezemben láthatok, ez egy működő prototípus, melynek a jövőben minden részét, amit a keretben láthatok, 3D nyomtatással szeretnénk megvalósítani, valamint a benne található elektronikai komponenseket, pedig amiket itt fel is írtunk nektek, azoknak a prototípusban benne van a miniaturizált, kompaktabb verziója, mint a középen elhelyezkedő hangszórónak, ami a fül fölött van, az elől megtalálható miniaturizált mikrofonnak, valamint van benne még egy lítium akkumulátor, ami az újratöltésért és az energiaellátásért felel, valamint Bluetooth kapcsolatot teremtünk, és processzorral vezéreljük az egész egységet. És legvégső soron pedig fontos kiemelnem még az oldalán található érintést érzékelő kijelzőt, amelynek segítségével elkerülhetjük a gomboknak a használatát, és pusztán a felhasználónak az érintésével érzékelhetjük és utasíthatjuk a keretnek a különböző funkcióit, és szabályoztatjuk ezáltal az egész rendszer működését. Viszont, hogy ezt hogy valósítjuk meg, ezt talán mondja el. Igen, na most ez a prototípus anyagköltséget tekintve 15 és 25 ezer forint körül tudtuk összerakni, ez csak az anyagköltséget jelenti. Ami előnye, hogy költséghatékony, hiszen ahogy Kristóf mondta, 3D nyomtatással tudjuk elkészíteni az egészet. Viszont Dancsi, kérlek mondd el, hogy a jövőben milyen fejlesztés lehetőségek vannak. Szóval mit is tartogat számunkra a jövő? Természetesen számunkra is fontos az egyéniség, és emiatt szeretnénk a terméket személyre szabhatóvá varázsolni. További funkciók hozzáadásával bővíthetjük a vevőkörünket, illetve a további szemüvegek bevonásával, például napszemüveg, vagy a kékfény szűrő szemüvegek be is beépíthető ez az innováció. Az élőszavas szolgáltatások segítenek az időseknek abban, hogy kommunikálni tudjanak családtagjaikkal, unokáikkal. Illetve baleset esetén esetleg egy segélyhívó számot is fel tudnak hívni. Optivox. Velünk kommunikálni fogsz. Gratulálok. Ennek is volt egy olyan performance része, ami külön kiemelendő. Ezt szeretném érteni, hogy milyen arányban volt bluff az, hogy ezt itt elkészítettétek, ezt a prototípust? Ez egyáltalán nem bluff, sőt, ha szeretnétek, akár még demonstrálhatjuk is. De hogy ez a mai nap folyamán itt elkészült? Ez a mai nap folyamán készült el, viszont általunk hozott processzorok, hangszóróknak az összeszerelésével, amivel korábban már kísérleteztünk. Szóval ez teljesen egy működő és valóban létező, funkcionális prototípus volt. Akkor ezt külön gratulálunk. Köszönjük szépen. Szerintem, igen, értékeli a zsűri, hogyha ezt meg is mutatjátok. Rendben, akkor egy másodperc türelmet kérek. Addig kérdeznék, ugye volt egy ilyen ellentmondásos kijelentésetek, hogy ez nagyon költséghatékony, mert hogy egyedi 3D nyomtatott. Ha jól értem, itt igazából arra akartok célozni, hogy ez egyedileg gyártott, mindenki saját dizájn kérhet. Nyilván nem annyira költséghatékony, mintha valaki nagy mennyiségű, nagy volumenben gyártott széria darabot vásárol, de hogy akkor a ti koncepciótok az, hogy nem egyfajta keretet csináltok, és az vehető meg olcsón, hanem mindenki mondja meg, hogy milyen keretet szeretne, és azt egyedileg legyártjátok neki. Ezt jól értem? Igen, illetve úgy képzelnénk el, hogy van egy alapvető keret, és ezen lehet akár színben, formában, méretben változtatásokat kérni előre, és akkor úgy gyártjuk le, ahogyan előre kérik. Oké, köszönöm.